Dél-afrikai ágyás, a kert egyik specialitása, ugyanállam kint vannak teleltetve a dél-afrikai növények, Agapanthus crinum eucomis, Dulbagia amaryllis, Crocosmia és a többiek. Hát a tavalyi eső és ebben az évben is az eső azért talán még sose voltak ennyire szép nagyok a növények 6 év alatt. Azt fogom majd megfigyelni, hogy vannak agapantuszok, amik nagyon korán nyílnak, mint például ez 2 éves szerzemény, ez a Debi. Még nem láttam nyílni, most hoz bimbót. És ez most elég korán hozza. De láttam a nagy ágyásban is még 2-3 félét, amelyik ilyen korai virágzású, ami nem rossz mondjuk, mert így ki tudjuk húzni a virágzási időt a többiekkel. Hát a krínumok azok a mellemig érnek, melkasig. Gyönyörű minden, gyönyörűek a tulbágiák is, ez kicsi fajta, de ez annyira jó, hogy ahogy leveszem áprilisba a nagy takarást, egyszerűen egy hét múlva már nyílik. Úgyhogy ez egy őrületesen jó fajta. Ugye az egyszerű tulbagia violacea, de van ennek egy rózsaszínesebb, halvány rózsaszínesebb változata. Van a violaceának egy alba fajtája, és ez is egy tulbagia, de most nem tudom melyik, úgyhogy majd meg kell néznem a nevét. Minden nagyon szép, gyönyörű, úgyhogy nagyon várom. Hát ugye egyesek az Azori-szigetekre utazgatnak, hogy agapantuszokat nézegessenek. Hát nekem csak ki kell jönnöm hétvégén.